Most nézzük a cselezések játékmenetét, szabályait és a feladat közben adott instrukciókat. A pályán egy sávot alakítunk ki bójákkal, a sáv hossza körülbelül 7 méter, szélessége körülbelül 4 méter. 8 tanuló párosával egymással szemben áll fel a hosszabb oldalak mentén. A pár egyik tagjánál egy fitball labda van. 4-6 tanuló a rövidebb oldal mentén helyezkedik el. A labda nélküli tanuló elindul futva a túloldal felé, ekkor a fitballos tanuló elgurítja a labdát a szemben álló társa felé tetszőleges időben. A futó tanuló feladata, hogy cselezéssel kerülje ki a labdát és fusson át a túloldalra. Megkötések. A fitball labdát bármikor át lehet gurítani a szemben lévő társnak. A fitball labdával meg kell nehezíteni a futó tanulók dolgát, cselezésre kell kényszeríteni őket. Körülbelül 2 perc után a futók lecserélik az egyik oldalon álló gurító tanulókat. Javasolt instrukciók. Igyekezzetek erőteljes kitámasztásokat végezni. Próbáljátok meg minél gyorsabb mozdulatokkal kikerülni a fitball labdákat.